Mielőtt felidéznénk a Vasmű helyzetével kapcsolatos vitát, beszámolunk arról, hogy miről is döntött a testület több fontos kérdésben is. Módosította a közgyűlés az önkormányzat közbeszerzési tervét, valamint a városi közétkeztetéssel összefüggő közbeszerzési eljárás megkezdéséről is határoztak. Ezt követően a város villamos energia ellátását célzó közbeszerzési eljárás tartjáról is született döntés. És akkor Dunafer. Talán minden dunaújvárosi tisztában van azzal, hogy mi a helyzet a Vasműben, illetve azzal, hogy rendkívül szűkre szabott határideje van a bárkinek is arra, hogy mentő övet dobjon. Azt is tudjuk, hogy ha baj lesz, akkor az fájni fog. Még Medgyessy Miklós sajtószóvivő fogalmazott frappánsan, hogy a Dunafer jövője nem marad Dunaújvárosban. A Dunafer nemzetgazdasági ügy. És a jelen helyzetben tényleg tegye a kezét a szívére bármelyik dunaújvárosi, kit érdekel most és per hirtelen, hogy ki privatizált tizenvalahány éve? A kérdés most csak az, hogy mi lesz holnap. Városvezetésünk úgy gondolta, hogy viszonylag kevés megoldási eszköz van a kezében, pénzt nem tud beletenni, így javaslatokat tesz a Dunafer megmentésére. A javaslatok egyébként ismertek már, hiszen Pintér Tamás polgármester a hét elején sajtó nyilvánosan ismertette azokat. Most egy közgyűlési megerősítésre volt szükség. Viszont Lőrinczi Kondrát képviselő inkább időben lépett vissza évtizedeket is, egészen a privatizációig és felelősöket keresett. Így érkeztünk meg egészen Gyurcsány Ferencig. Lőrinczi képviselő beszélt még a háború hatásairól, az elhibázott szankciós politikáról, arról, hogy a Dunafer magáncég, és megkérdezte azt is, hogy városunk vezetése tulajdonképpen mit is tett a Dunafer érdekében és mellett. Nem csak a kampányban kellene, hogy fontos legyen a Vasmű, hanem most is. És akkor nagyjából itt robbant a bomba. Pintér Tamás úgy fogalmazott, hogy ilyen aljas, alávaló és szégyenteljes mondani valót még nem hallott Lőrincitől. Azt sem tudom eldönteni, fogalmazott Pintér Tamás, hogy szándékosan beszél butaságokat vagy tudatlanságból. Szabó Zsolt és Barta Endre is válaszolt a felvetésekre. Ha arról beszélnek, hogy a Dunafer magáncég, így az állam nem tud beavatkozni, akkor ezt más cégekben miért tudja megtenni? Felidéztek egy 2017-es újságcikket is, amelyben az Orbán-Putyin találkozó után jelentette ki a kormányfő, hogy rendben a Dunafer jövője. Szó volt arról is, hogy ha a történelem mélyén kutakodunk, akkor úgy helyes a privatizációs időszakot felidézni, hogy annak előkészítése már 2001-ben a Fidesz nevéhez köthető. És igen, a város, ahogy tudta, segítette a Dunafert az elmúlt időszakban is. Lőrinczi képviselő pedig viszont válaszában megjegyezte, hogy egyébként meg Gyurcsány privatizál. A közgyűlés aztán egyhangulag elfogadta a határozatot, amit eljuttat a város Magyarország kormányának. A közgyűlés után Pintér Tamás rögtönzött tájékoztatón értékelte a látottakat. A ma délelőtti közgyűlésen az új Fidesz, a Fidesznek az új szervezete bemutatkozott, hogy miképpen kívánják képviselni a dunaújvárosiakat a következő időszakban. Olyan hazugságokat, olyan szégyenteljes és aljas indokból kimondott ferdítéseket tartalmazott ma az új Fidesznek a kommunikációja, amelyre kénytelenek vagyunk reagálni. 18 évvel a privatizáció után, illetve 12 évvel a Fidesznek a kormányzása után is arra az egyetlen egy kifejezésre van ereje a helyi új Fidesznek, hogy Gyurcsány. Itt ebbe az új Fidesznek a szószólója, Lőrinczi képviselő úr, aki eddig csak a katicás kukákkal tudott foglalkozni, itt elmondta azt, hogy Medgyessy kormány, aztán a Gyurcsány kormány, de aztán teljesen zavaros módon mindenféle kormányzatot belekeverve tehet a privatizáció előkészítéséről. Ezzel szemben viszont tények, cikkek, jegyzőkönyvek bizonyítják azt, hogy a Fidesz kormány idejében már elindult a Vasműnek a privatizációja. Torkota Lajosnak egy 2000. július 6-ai cikkében a következőket mondta. A mi érdekünk dunaújvárosiaknak az, hogy a Dunafer
minél több lehetőséget és támogatást kapjon, és a technológiai váltás és a privatizáció megtörténjen. És itt szeretném azért felhozni azt a jegyzőkönyvekkel szintén alátámasztható közgyűlésnek a napirendi pontját, amikor a Dunaújvárosi Önkormányzat, illetve a Dunaújvárosi kezében lévő vasműs részvények eladásra kerültek. Mert hogy ezen a közgyűlésen, amikor a Dunaújvárosi részvényeknek az eladásáról volt szó, a testületben ült Dorkota Lajos is, illetve a volt polgármester Cserna Gábor is. Jegyzőkönyvek bizonyítják azt, hogy ők akkor nem ellenezték a Dunaújvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vasműs részvényeknek az eladását. Tehát a felelősséget én azt gondolom, hogy lehetne itt mindenki másra fogni, de a legfontosabb az, ahogy elhangzott, hogy egy valódi összefogás kelljen. De úgy látjuk, hogy az új Fidesznek nem ez a legfőbb érdeke, továbbra is a fideszes bullshiteket, hazugságokat terjesztik a városlakók körébe, ezzel is próbálják elkendőzni a saját felelősségüket. Pintér Tamás még elmondta, hogy a város, a városlakók a Dunafer érdekében kell dolgoznia mindenkinek, és reméli, hogy mindenki így is gondolja és így is cselekszik.